Hát én bélyegeket gyűjtöttem, és közben ugye, hát akkor még sok gyűjtő volt, és hogy mondjam, különböző szakkörökbe jártam, és ott megtetszettek a képeslapok, és a bélyegekkel együtt azt is elkezdtem gyűjteni. Én ilyen gyűjteményeket szereztem általában. Vásároltam is itt, ott, ahol láttam olyat, ami nekem tetszett, megvettem. Meg hát ilyen, ezek a karácsonyi képek, ezek úgy maradtak rám. Most már mondom, megszűntek a szakkörök, nem nagyon lehet kapni, ha lehet is kapni, nagyon drágán lehet megvenni a képeslapot. Úgyhogy most már nem, hogy beszerezni nem nagyon szépen. Hát van körülbelül 10 000 darabom, az van. Különböző mindenféle fajta tém. Én a 45 előtti, a háború előtti képeslapokat szeretem. 1900 túl vannak képeslapjaim, javarészt, mindenféle témában. Ilyen régi divat, női divatok, akkor virágok, növények, lepkék, állatok. Szóval én mindenfélét gyűjtök. A nejem is szereti, de hát ő nem különösebb képet, nagyon nem foglalkozik vele, csak én. A gyerek képes lapjam azok, imádom a gyerekeket. Rengeteg van abból, és kb. 2000 darab gyerek képes, különböző régiek, modernebbek. Már volt itt kiállításom többször, ez már negyedik, ha jól emlékszem. Kosgatom mindig témák, hát van egy csomó ilyen, hogy mondjuk tatai képeslapom van, egy csomó budapesti képeslapom van, Balaton környéki képes, egyéb magyarországi városoknak a régi képeslapja. Nekem ez a legmorbidabb, hogy magyaros ruhába ül a repülőn, a nyitott repülőn télen és vissza a karácsony. Nekem az a vadász is nagyon tetszik, amelyik ott lelőtte a házi disznót. Hol? Ez mi? Gyariad képe. Mit műveltem? Jaj, tényleg. Úristen. Ez a Szentesi Laci. Kimis lapok, amit a Lévai Ádám csinál. A gimnázium művész tanárai készítették ezeket a lapokat. Beleraktuk a miénket is, úgyhogy. De jó, ezt nem is vettem észre. Ezt észreveszik egyáltalán? Gyűjtöttem a karácsonyi lapokat, húsvéti lapokat, üdvözlő lapokat, művészeti lapokat. De természetes a tájképeket. Képeslapnak tulajdonképpen két oldala van. És ha valaki bejön a házba kívülről, megnézi a kiállítást, annak a számára ez a látvány, a karácsony hangulatát idéző szimbólumokat tartalmazó fotók, képek. De az üdvözlőlapoknak van a másik oldala, és engem az ragadott meg. De most, ha az elsőre visszatérünk, ez nagyon érdekes, mert körülbelül 1200-1300 üdvözlőlapból állt össze ez a válogatás, és ezek között a lapok között alig volt olyan, ami egyforma. Szóval ez külsőleg engem nagyon megragadott, tehát látvány szempontjából, na most, de hát elsősorban az, ami rá van írva. Az első lapot, azt lánykoromban egy fiútól kaptam, és azt sokáig őriztem, aztán elkeveredett, tehát az nem lett meg. De most akkor, amikor a lányaim megszülettek, ők is kézbe vették a lapokat, és kivagdosták azokat a képeket, a lapokról, részeket, amelyek nekik tetszettek. Na hát, és akkor ennek áldozatául esett az első gyűjtemény, és maradtak ezek az utóbbiak. Ami az én gyűjteményemet tartalmazza, az mind személyes. Az családi, baráti, tanítványok köréből. Addig, amíg
Burgert Robert élt, addig rendszeresen küldött nekem üdvözleteket, és hát ezeket megőriztem. Kétféle volt ez az egyik, amit küldött. Mert hát ugye éveken keresztül szinte ugyanazokat nyomták, és ebből két változat van.